kedves testvérek! Egyszer valaki azt mondta, hogy az a jó keresztény, aki éli a keresztény hitét, de nem beszél róla. Egyben biztos vagyok, hogy valaki neki beszélt Jézus Krisztusról, mert magunktól nem jöhetünk rá arra, hogy Isten emberré lett, meghalt értünk és feltámadt. Ezt a kinyilatkoztatásból tudjuk. Úgyhogy minden katolikus, aki itt jelen van, valakitől hallott már Jézus Krisztusról. És talán azt mondhatjuk, hogy itt, amikor a verbitákkal együtt ünneplünk, akkor megnyugodhatunk, hiszen vannak misszionáriusaink, nekik pontosan a misszió, a feladatuk, helyettünk is dolgoznak, nekünk már nincs mit tenni. De a mai evangéliumban éppen azt hallottuk, a missziós parancsban, hogy menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet, elmenvén és megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És ebben a mondatban egyetlen egy ige van ragozott alakban, ez pedig az, hogy tegyetek mindenki tanítványommá. És ez az egyház küldetése is, hogy tanítványokká tenni másokat. És akkor, ha azt mondom, hogy az egyháznak a küldetése ez, akkor ez nem leszűkítendő a papokra, püspökökre, szerzetesekre, misszionáriusokra, hanem mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, megkaptuk ezt a küldetést éppen a keresztelésünkkor. Nekünk is tanítvánnyá kell válni, aki nem tesz mást, mint követi a mesterét, és nekünk is ugyanebben a munkában kell részt vennünk, hogy mi is tanítványokká tegyünk másokat. Azaz, arra küldött téged és engem is az Úr Jézus, hogy jellé váljunk ebben a világban. Magyarország missziós terület. Ha a statisztikákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyarországi lakosságnak a 7%-a megy el minden vasárnap szentmisére, vagy istentiszteletre, tehát valamilyen úrnapi megszentelődésre, mondjuk így. 93% nem. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. És, ahogy Ferenc pápa mondta, hogy a laikus hívek olykor sokkal többet tehetnek Isten országának terjedéséért, mint mi papok, mert hogy ti ott éltek, ahol a többi ember is él. Ott találkoztok a munkahelyen, a nyugdíjas klubban, az edzésen, a családban, és ti tudtok a saját életetekkel tanúságot tenni. És igaza van annak az embernek, aki azt mondja, hogy jó keresztény az, aki éli a hitét és nem beszél róla, de ehhez hozzá kell tennünk, hogy úgy kell, hogy élje a keresztény hitét, hogy kérdezzék meg, hogy te miért élsz így. Van egy kedves ismerősöm, aki felnőtt korában keresztelkedett meg azért, mert látta, hogy egy katolikus évfolyamtársa az egyetemen hogyan élte meg édesanyja halálát. És azt mondta, hogy ez a hit nekem is kell. Mert ha hit nélkül élünk az életünket, akkor úgy is fogjuk élni. Amit hiszünk, az alapján éljük az életünket. Ha valaki úgy hiszi, hogy a halállal minden véget ér, az úgy fogja élni az életét. Ha mi meggyőződéssel valljuk és hisszük, hogy van örök élet, akkor mi ennek a fényében éljük az életünket. Egyik alkalommal egy szentmisén megkérdeztem, a jelenlévő egy kis faluban volt, 10 kedves idős nénit, hogy akarnak-e örökké élni. Mondták, hogy ők nem. Mondom, elég nagy bajban vagyok, mert hogy erre építettem fel a prédikációt, ezt hirdetem, van feltámadás. De utána kapcsoltam, hogy ja nem így, hanem fiatalon és egészségesen. Hát úgy már azért igen. Na akkor helyben vagyunk, mert hogy Jézus azt ígérte, hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. Ha elmegyek valahova előadást tartani, egy gimnáziumba, akkor meg szoktam kérdezni mindig, hogy ki az, aki nem szeretne örökké élni, és mindig vannak jelentkezők, számukra van egy elkeserítő hírem, hogy az örök élet nem opcionális, nem választható. Örökké fogsz élni, de nem mindegy, hogy hol. És nekünk, katolikus keresztényeknek az a küldetésünk, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy milyen a Krisztussal való élet, hogy ez a hit ad nekünk erőt, és azt is, hogy honnan erősödik a hitünk. Éppen az Eukarisztiában, a Szentmisében.
jövőre Magyarország egy világeseményt fog megrendezni, már az előkészületek zajlanak, és 4 évenként tartunk nemzetközi eukarisztikus kongresszust, aminek a nevéből sokan 2 szót nem értenek, az eukarisztiát és a kongresszust, és nem is olyan könnyű megérteni, hiszen az eukarisztia magyarra nem ültethető át 1 szóval. Jelenti alapjelentésben a hálaadást, magát a szentmisét és az oltári szentséget. A kongresszusnak pedig az eredeti értelmét használjuk, ami összejövetelt jelent. És ezért hívjuk az egész világot arra, hogy gyere és találkozz Jézussal Budapesten. Mert a találkozó az a kongresszus, Jézus az eukarisztia, és Budapest ad helyszínt ennek a fantasztikus lehetőségnek és eseménynek. Ugyanis az egyház számára ez egy missziós lehetőség, evangelizációra hív bennünket Ferenc pápa is most októberben, de amúgy is, hogy menjünk ki a templom falain kívül, milyen jó, hogy itt is szabad ég alatt vagyunk, és mondjuk el az örömhírt mindenkinek. Nem baj, ha megsérülünk, mondja Ferenc pápa, csak menjünk és vigyük el az örömhírt másoknak. Nekünk nem a meggyőzés a feladatunk, hanem az örömhír átadása. És ezért, amikor majd jövőre kivonulunk az utcára, szép ünnepi szentmisén veszünk részt a Puskás stadionban, a Kossuth téren, a Hősök terén, fáklyás eukarisztikus körmenettel nagy tömegben végigvonulunk Budapest utcáin, akkor teljesítjük azt, amit Jézus kér tőlünk, hogy tanúságot teszünk róla. És Jézus maga mondta, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy a Jézus dicsőítve, hozzáimádkozva, őt dicsérve megyünk végig Budapest utcáin. Erre hívunk mindenkit, hogy ünnepeljük együtt Jézus Krisztust. De honnan fakad a szívünkből az a vágy, hogy megosszuk másokkal az örömhír? Egyáltalán ott van-e a szívünkben, hogy minket is misszionáriusnak hívott az Úr? Akármilyen életállapotban vagyunk is. Akár házasságban élünk, akár egyedülállók vagyunk, akár már özvegyek, Jézus minket is küld. És az a tapasztalatom, hogy van egy imádság, ami mindig meghallgatásra talál. Ha valamilyen esemény előtt állok, legyen egy kirándulás, egy találkozó, egy megbeszélés, egy lagzi, akkor azt szoktam kérni a Jóistentől, hogy, vagy éppen egy utazás, hogy legyen ez evangelizáció. És ha odafigyelek a Szentlélekre, akkor mindig megnyílnak a kapuk, és mindig van lehetőségem evangelizálni. Egy példát hadd hozzak, egyszer Dömsödről Budapestre stoppal jöttem haza, még kispap koromban, és azt kértem az Úr Jézustól, hogy mindenkit áldjon meg, aki itt elhalad az úton, és az vegyen fel, akinek leginkább szüksége van rá. Így nem voltam mérges egyetlen autósra sem, amelyik elment előttem és nem vett fel, mert áldást mondtam rájuk. És aztán meg is állt egy fekete, rozzant golf, bőrcsek is, hosszúhajú, napszemüveges rác ült benne, meg egy lány, kicsit izgultam, a lány hátraült, én pedig az anyós ülésre, és kiderült, ez vasárnap reggel volt, hogy ők jöttek éppen a Speed Discóból hazafelé, az egész éjszakát ott töltötték, amúgy férj és feleség, és van egy gyermekük is, de mind a ketten éppen munkanélküliek, és aztán kérdezték, hogy és én mit csinálok. Mondtam, hogy én kispap vagyok. És jöttek a kérdések sorra, megérkeztünk a Nyugati pályaudvarhoz, és még egy órán keresztül beszélgettünk a kocsiban, hitről, örök életről, egyházról, Istenről. És a végén kérdeztem őket, hogy imádkozhatom-e értük. Mondták, hogy nagyon megköszönik. Így is történt, ott imádkoztam értük, és aztán elköszöntünk egymástól. Nem tudom, hogy ez a találkozás milyen gyümölcsöket hoz az életükben, de biztos vagyok benne, hogy egy következő találkozás, egy hasonló lelkületű katolikussal biztos közelebb segíti őket az Úr Jézushoz. Ezt Pál apostol fogalmazta így, hogy Pál ültetett, apostol öntözött, de a növekedést Isten adja, és lehet, hogy nekem csak 1 szót kell mondani valakinek, és az tovább segíti őt a hit útján. És ehhez, hogy vágy legyen a szívünkben, nincsen másra szükségünk, mint hogy nekünk személyes tapasztalatunk legyen Isten szeretetéről. Arról tudunk tanúságot tenni, ami a sajátunk. És én ezért örülök annak, hogy egy Szentlélek szeminárium kapcsán az életgyónás után imádkoztak lélekáradásért, és annyira betöltött Isten szeretete, hogy azt nem tudtam magamban tartani. Meg is kérdezte egy évfolyam társam, hogy
Kornél, mi van veled? Mondtam, hogy szerelmes vagyok az Istenbe. Nagyjából ő is így nézett, kicsit lesajnálóan, hogy hát szegény biztos ez jutott neki, akkor még francia szakra jártam az ELTE-re, és akkor azt mondtam neki, és itt hallottam meg először a Szentlélek hangját, hogy tudod, minden más ennek a pótlására van. Mindenki vágyik Isten elfogadó szeretetére, hogy betöltse az életünket, és ha ez nincsen meg, akkor próbáljuk mindenféle mással ezt a szeretet hiányt pótolni. De miután megtapasztaltam Isten szeretetét, utána már tudtam, hogy erről tanúságot kell tennem a világban, és azóta minden reggel kérem a Jóisten, hogy Uram, add meg nekem a mai napra elegendő kegyelmet, a Te békédet és a Te örömödet, hogy jeled lehessek a világban. És itt érvényesül az, amit Pál apostol mondott, hogy nem vagytok a magatokéi. Azaz, bárhova megyünk, nem csak magunkat képviseljük, hanem a katolikus egyházat, én részemről most az eukarisztikus kongresszust is valamilyen szinten, de nem vagyok a magamé, nem viselkedhetek akárhogyan, mert mindannyian Jézus Krisztus reklámjai vagyunk. Vagy pozitív, vagy negatív reklámjai. Egyszer egy rendőr megállított egy autót, és azt mondta, hogy ne haragudjon, azért állítottam meg, mert azt hittem, hogy lopott az autó. Ugyanis láttam a hátulján egy kis halat. De ahogy vezették ezt az autót, az egyáltalán nem erre vallott. Nem vagytok a magatokéi. Amikor valahova elmegyünk, akkor nem csak magunkat képviseljük. Emlékszem, annak idején a piarista gimnáziumban elmentünk kirándulni, és azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Én ezt hadd adjam tovább, úgy éljetek, hogy a ti életetek alapján az egész katolikus egyházat, az egész világegyházat megítélik, benne az örömhírrel, Isten országával, és kérdés, hogy mit mondanak azok, akik velünk találkoznak. Azt mondják, hogy hát ha ez a katolikus élet, akkor nekem nem kell sokat változnom, vagy azt mondják, hogy hát én ennél sokkal jobb vagyok, vagy azt mondják, hogy olyan kincsetek van, ami nekem is kell. És ahhoz, hogy ezt a tüzet életben tartsuk, a Szentlélek tüzét, ezért van szükségünk a szent áldozásra. Lehetőség szerint minél gyakrabban. Én 22 évesen értettem meg, hogy Isten legnagyobb ajándéka számunkra éppen saját maga. És ha ő minden nap adja magát, akkor ki vagyok én, hogy visszautasítsam. Elég furcsa lenne, hogyha Jézus azt mondaná, hogy te, Kornél, itt vagyok, magamat adom, kellek? És azt válaszolnám neked, Jézus, még csak szerda van. Hát majd vasárnap jövök. Jézus nem minden nap adja oda magát nekünk. Azt is mondja, hogy ha nem eszitek az ember fia testét, ha nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Mellesleg örök életet is ad. Én szeretnék örökké élni, és a Jóisten kegyelme, hogy ezt megadta, hogy vágyom rá. Minden napom csúcspontja a Szent Mise. És azt gondolom, hogy ezt a vágyat elkérhetjük a Jóistentől. Hogy annyira akarunk ragaszkodni Jézushoz, hogy aztán megszületik bennünk a gondolat, mint Szent Domonkosban annak idején, aki az éjszakákat átvírasztva, fel alá sétálva csak azt kérdezkedte, hogy Uram, mi lesz a bűnösökkel? Mi lesz a bűnösökkel? Mi lesz azokkal, akik nem hallottak még rólad? És nem lehet, hogy éppen nekem kell beszélni, te rólad az embereknek? Én hiszem, hogy ha ezt az imát elmondjuk, hogy Uram, add, hogy evangelizáció legyen, akkor tud segíteni a Jóisten, és rengeteg ötletet ad. Lehet, hogy csak egy kis egyházképjavítás lesz, de az is segíti arra az embert, hogy legközelebb hallgassa meg azt, amit az egyház tanít. Lehet, hogy valaki ott átadja az életét Jézusnak. Sok ilyen csodát láttunk már. És én nagyon szeretném megköszönni a verbitáknak az ő jelenlétüket itt Magyarországon. Régen még Magyarországról mentek misszionáriusok máshova. Most fordult a kocka, de talán jó van ez így. Mindig az erősebbnek kell megerősíteni a gyengét. És ha majd megint erősek leszünk, akkor megint mi megyünk misszióba. Meg hát az sem vesztette érvényét a jézusi mondás, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Megegyezhetünk, ők jönnek Indonéziából, Afrikából, mi meg megyünk oda. És akkor itt mindenki máshol lesz proféta, nem a saját hazájában. És az örömhír ugyanúgy terjed. A legfontosabb, hogy legyen elkötelezettség a szívünkben.
vágyunk Jézus Krisztusra napról napra, kérjük a Szentlélek vezetését, és higgyük, hogy nekünk is személy szerint küldetésünk van másokhoz. És ahhoz az emberhez, akihez neked van küldetésed, te fogod tudni elvinni az örömhírt. Nem kell várni a misszionáriusokra, nem kell másra várni, mert te is küldetést kaptál. A mai nap adjunk hálát mindazokért, akik életüket adták az evangéliumért, mert különben legyünk őszinték, 2000 évvel Jézus halála után ma nem tudnánk Jézus Krisztusról, ha nem jöttek el volna idáig az örömhír hirdetői. Mennyi Atyám, kérlek téged, hogy napról napra figyelmeztess bennünket a küldetésünkre, amit Szent Fiad által adtál nekünk. És kérünk, hogy minden nap küld el a te Szent Lelkedet, hogy ő indítson bennünket, hogy vágyjunk arra, hogy a te jeleddé váljunk ebben a világban, amely annyira szomjazza a te szeretetedet, néha öntudatlanul is, és talán éppen nekünk kell megtölteni ezt a szeretett tankot, jelenlétünkkel, imánkkal, csendes mosolyunkkal, vagy éppen a konkrét tanúságtétellel. Köszönöm, hogy mindannyiunkat meghívtál a keresztelésünkkor, hogy a te apostolaid legyünk, hogy misszionáriusok legyünk, az örömhír vívői legyünk, és engedd, hogy betöltsük ezt a küldetésünket minden nap. Amen.